Vég József kriminálpszichológus a vendégünk. Jó reggelt kívánok! S. Ábel, ahogy a sajtóban nevezni illik, régi ismerőse. S. Ábel a fiatalember, aki a Móricz Zsigmond körtéren lövöldözött, most pedig nem hajlandó szóba állni senkivel, sem rendőrrel, sem pszichológussal, sem pszichiáterrel nem beszél azóta, amióta őt elfogták. Nem volt nehéz elfogni a hírek szerint, hiszen nyugodtan várta a rendőröket. Igen, a cselekmény elkövetési módja arra utal, hogy nyilván üzenetértéke volt ennek a cselekvésnek. Egyik üzenetértéke az lehetett, hogy baj van velem, segítségre szorulok, valaki segítsen nekem, de nem tudja normális úton módon ezt közölni, illetve nem akarta saját magát alávetni egy ilyen kezelésnek ön akaratából, inkább kényszer hatására. Ő bűnöző, bűnöző hajlamú, vagy beteg? Ő alapvetően beteg személyiségű. Én így látom, legalábbis ez az én szakmai véleményem, beteg személyiségű. Én azon gondolkoztam, hogy beszéljünk-e az ő személyéről, vagy beszéljünk, mert érdekesebb talán a helyzetről, ami körülötte kialakulni látszik. És szerintem ez utóbbi izgalmasabb egy fokkal, mert az ő személyéről rengeteg mindent fogunk olvasni még a következő hetekben, hónapokban nyilván, és hát jól ismeri, tehát arról is tud nekünk mesélni. De szerintem érdekesebb, hogy hogy kerül egy regisztráltan beteg ember ki az utcára fegyverrel a kezében, miközben ismeri őt a pszichológia, a pszichiátria, a rendőrség, a bíróság, az ügyészség, mindenki, akinek dolga lehet vele. Hát azt azért lehet tudni, hogy az ember személyiségének működése nem állandós, nem annyira bejósható, kiszámítható. Nyilván kétfajta tendencia van az ember személyiségében, az állandóságra törekvés, hogy holnap is olyan legyek, mint amilyen tegnap voltam, meg a változatosság is, hogy tudjak tanulni, változni. Most vannak emberek, akiknek nagyon gyorsan változik a személyisége, egy-egy életkörülményi változás hatására is akár teljes mértékben megváltozhat, illetve aki hajlamosított arra, mint ő, azt gondolom hajlamosított lehet arra, hogy pszichésen érzékenyebben reagáljon történésekre, akkor igen, előfordult vele, hogy az a nagymama halála a még nem jogerős bírói ítélet hatására megindult benne olyan változás, ami torzuláshoz vezetett a személyiségében, és ide jutott, ahova most jutott egyébként. Ezt én értem, és ez ugye konkrétan az ő ügye, az ő személye. De kiküszöbölhető-e, elkerülhető-e az, hogy beteg emberek fegyverrel a kezükben szaladgáljanak a városokban? Ugye nyilvánvalóan társadalmi szempontból ez az izgalmasabb kérdés. Most természetesen törekvés van arra, meg eljárási mód is, hogy fegyvert ne kapjanak beteg személyiség emberek. Azonban aki menet közben betegszik meg és változik a személyisége, mivel nincs évente vizsgát elrendelve, ezért nem lehet tudni, hogyan változott a személyisége. Az tény egyébként, hogy az a jogalkotást tesz azért, hogy kevesebb fegyver legyen kint. Miközben másik oldalra pedig igyekszik elérni azt, hogy az emberek megvédjék magukat. Az is tény, hogy az emberek egy részében megint egy paranoid személyiségfejlődés egy életkor után. Ő még fiatal ehhez, tehát nála nem erről beszélünk, de a paranoid észlelés arról szól, hogy veszélyben vagyok, fenyegetett vagyok, meg kell tudnom védeni majd magamat, és ezért akar aztán fegyverhez jutni. Kellene beszélni még egy dologról, de nem, talán túl mélyen nem szabad belemenni, ez pedig az, hogy ahol van valami hiányhelyzet, bizalmi válság, bizalmi hiányhelyzet egy országban, egy társadalom megéli ezt, akkor igyekeznek az emberek azokat a funkciókat visszavenni, amit korábban az állam rátruháztak, így például a közbiztonság megteremtése, megvédeni magamat. És ebbe a tendenciába belefér ez is. Másrészt pedig ugye nem olyan könnyű valakit kényszergyógykezelésre bevinni, illetve gyógykezelésnek alávetni, mert ő egyébként elmúlt 18 év, és úgy dönt, hogy én nem akarom gyógykezeltetni magamat, hogy nem tudják gyógykezelni. Erre a bírósági végzésre nem lehet valakit kötelezni? De igen, csak bírósági végzésre lehet kötelezni. De hát ő bíróság előtt. Igaz, hogy első fokon áll egyelőre, az ugye a másodfokot várja. Amennyire hírekből lehet tudni, a igazsági megfigyelőben is volt, de igazából nem működött együtt a pszichiáterekkel. Ez például nem figyelmeztető jel egy pszichiáter számára? De természetesen igen, ugyanakkor van egy etikai szabály, legalábbis nekünk pszichológusnak van egy etikai szabály, ami arról szól, amennyiben valamit nem tudsz bizonyítani kellőképpen megalapozottan, akkor azt nem veheted figyelembe és nem írhatod le, mint lehetőséget. Ítéletet pedig, most bíróítéletre gondolok, csak tények alapján lehet hozni. Pszichológia vagy pszichiátria véleményt pedig megalapozott szakmai érvek alapján lehet meghozni. Ami, ha megnéz más valaki az én vizsgálatémet megnézi, más valakinek is ugyanaz a vélemény lenne, mint nekem. Önhöz hajdanában egyetemista társai, esetben egyetemista társai fordultak azzal, hogy valami nagyon furcsát észlelnek ennél a fiúnál. De akkor még nem történt igazán semmi. Amikor egy ilyen, úgymond észlelés
történik, nem lehet elébe menni az eseményeknek? Pontosan azért, mert nem lehet senkit kötelezni gyógykezelésre? Most ugye az, abban az esetben, ami akkor történt 2010-ben, elébe tudtunk menni közösen a rendőrséggel, hiszen felhívtam a figyelmét a rendőrségnek erre az emberre, aki elkezdett foglalkozni, körbejárni ezt a dolgot, és valóban bizonyítékokat talált arra, hogy készült ilyen cselekmény elkövetésére. Ugyanakkor hatalmas szakma és emberi felelősség kijelenteni valakire néhány adat alapján, hogy ő veszélyt jelent a társadalomra. Ezt a felelősséget én felvállaltam akkor, és ennek nyilván vannak következményei. Hát például az egyik ellenségeként kezeli esetben, azt azért lehet tudni, erről már lehetett hallani korábban is, viszont most akkor hogyan tovább? Ugye nem működik együtt, nem beszél senkivel, sem nyomozóval, sem pszichiáterrel. Itt legalább egyértelműen megfogható egy bűncselekmény, amit ő elkövetett, ami nagyon súlyos börtönbüntetés jár, ha bebörtönözhető. És akkor itt megint visszakanyarodunk arra a kérdésre, hogy ki fogja kimondani róla, hogy bűnöző vagy beteg. Én azt nehezebben mondanám, hogy valaki a bűnöző, inkább azt mondanám, hogy bűncselekményt követel egy ember. Az egy minősítés, egy bélyeg. Igaza van. Tehát maradjunk annyiban, hogy a jelenlegi állapotot, ahogy én látom, feltétlenül gyógykezésre fog kerülni a fiatalember. Tehát nem, mert a bíróság fogja ezt kimondani, nem ő dönt fogja, nem ő dönt, és nem is nálam a pszichiáter dönt, de azt gondolom, meg fogják vizsgálni alaposan, és a szakmai vélemény az lesz, hogy gyógykezelésre kell mennie. Hát az nem élete végéig tart. Ki fogja kimondani, hogy gyógyult, és ki tudja ezt megállapítani valóban, hogy gyógyult? Hát igen, itt ez egy nagyon nehezen megválasztható kérdés, hiszen akár egy év múlva is azt lehet mondani, vagy két év múlva, vagy három, bocsánat, lehet, hogy nem lehet egy év után. Mert valamennyit el kell tölteni gyógykezelés ideje alatt, most nem néztem utána, bocsánatot kérek, de egy biztos, hogy korábban szabadulhatna a gyógykezelés alól, mint a börtönbüntetés alól. Hát ez önmagában nem baj, csak gyógyuljon meg. Igen. Ennek pedig köszönöm, hogy eljött hozzánk.